Azért jöttem most ide, és azért a Batthyány Örökmécseshez, mert ugye ezen a napon, október 6-án minden mi hazánk tag országszerte megemlékezik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatainak, aradi vértanúinak az emlékéről. Szerettünk volna mi is részt venni a harmadik kerületben a helyi önkormányzat megemlékezésén, de sajnos azt közölte velünk az önkormányzat, hogy a mai napon ők nem az aradi vértanúkról fognak megemlékezni, hanem Göncz Árpád volt államfőről. Arról a Göncz Árpádról, akiről mi, a mi hazánk szervezete, élete tagjai soha nem fogunk megemlékezni, hiszen ő egy padláslesöprő, pufajkás gyilkos volt, aki Patkány álnéven adta jelentéseit polgártársairól, elvtársairól, és így jutott el oda, amit már tudunk róla. 2020-ban az Árpád hídról elnevezett metró megállónkat nevezték át Göncz Árpád metró megállóra. Ekkor már Lantos Jánossal, a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének elnökével közösen felszólaltunk az ellen, hogy ilyen nagy szerepet és ilyen pozitív szerepet tulajdonítsanak Göncz Árpádnak. Sajnos akkor már éreztem, hogy ennek itt nem lesz vége. Fel is tettem a kérdést, hogy mi lesz a következő. Az Árpád hidat fogják átnevezni Göncz Árpád hídá. Ez nem következett be, azonban most tapasztalhatjuk, hogy a harmadik kerületben Árpád vezérünk után most az októberi 13-akkal kapcsolatban, tehát az aradi vértanúk áldozatával kapcsolatban egy újabb esemény következett be. Tehát Göncz Árpádot jobban becsülik Árpád fejedelmünknél, és jobban becsülik az aradi 13-aknál is. Már korábban említettem, a Mi Hazánk Mozgalom szemében kommunista nem lehet hős. A harmadik kerület önkormányzata azonban ezt másképp gondolja.